Nagy tisztelettel köszöntöm a Szombathelyi Televízió minden kedves nézőjét. Hát most már majd, hogy nem azt mondom, ha hétfő, akkor megszokhatták, hogy így két hetente nagyjából most már frakcióvita van. Múlt héten március 27-én ismét tartott közgyűlés Szombathely város vezetősége. Ez egy rendkívüli közgyűlés volt, amely 5 napi rendi pontot taglalt nyíltan, egyet pedig zárt körben. A legfontosabb kérdés természetesen az volt, hogy meg tudják-e szavazni, meg tudják-e tárgyalni a képviselők Szombathely város 2019-es költségvetését. Nos, a fehér füst felszállt, van Szombathelynek 2019-es költségvetése. A részletekről mindjárt szót kapnak a vendégek is, hiszen a frakció vita akkor mind a 4 párt képviseli magát. A Fidesz-KDNP színeiben Rettegi Attila képviselő urat köszöntöm, a Proszavária képviseletében Molnár Miklós alpolgármester urat, az Éjjel-Szombathely MSZPDK együtt frakcióvezetőjét, Nemény András urat, és a Jobbik Szombathelyi szervezetének képviselőjét, Balassa Péter urat. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadták meghívásunkat. Vágjunk is bele a dolgok közepébe, szoktam volt mondani. Először is én azt a labdát ütöm fel, hogy működik az új többség. Ezt a képviselő urak hogyan látják, milyen aspektusból, és hát aki először szóra jelentkezik, annak meg is adom, vagy adnám a szót, hogy mi a véleményük arról, hogy hogyan működik, miként működik az új többség, mert az látható, hogy működik valamilyen formában. Hát kezdem talán én, mert senki nem igyekezett a megszólalásra. Én úgy gondolom, hogy nem változott a városban különösebben semmi, nem tartottak új választást, az emberek nem döntöttek másképp. A közgyűlésben történt egy átrendeződés, azt találtam mondani a közgyűlésen, megismétlem itt is, hogy Molnár Miklós akaratából létrejött egy másik felállás, ez az ideiglenes új többség. Azért nevezem ideiglenesnek, hiszen ennek a kifutási ideje alig fél év, hiszen ősszel az önkormányzati választásokon valóban a polgárok fognak dönteni, tehát helyre fognak kerülni a dolgok, én úgy érzem, akár így, akár úgy. Mi természetesen abban bízunk, hogy Szombathelyt sikerül megtartani a Fidesz-KDNP és a jobb oldal számára. Szeretnénk azokat a törekvéseket, amikért dolgoztunk az elmúlt 8-9 évben, de különösebb a ciklusban, továbbra is hitelesen bemutatni, jó programmal előállni, és valahogy ezt a csorpát, ami most valóban bekövetkezett, kiküszöbölni, kiköszörülni. Érdekes így hallani Rettegi Attilát, mert ugye azért azt leszögezhetnénk, az új többség, ez a szó összetétel hangzott el, tehát valójában ugye a 2014-es választáson 44% szavazott a Fideszre, és ugye az egyéni körzetek felét is elveszítették. Tehát ha abból a szemszögből néznénk, akkor mondhatnánk azt, hogy a Fideszen kívüli többi bejutók többségbe lettek volna akkor is. Tehát ha a választói akaratot nézzük, akkor ez inkább egyébként most a választói akarat. Azt mondjuk egy képesség vagy képesség hiány kérdése, hogy most a polgármester elveszítette a többséget, és erről nem is akarok többet mondani, mert én azt gondolom, hogy szerintem azt nézzük, ami történik. Az történik, hogy racionális alapon igazából korábbi, a mi szempontunkban, az én frakcióm szempontjából korábbi vállalásaink alapján, megkeresve a legkisebb közös többszöröst, ami mindenképpen a városnak jó, azon az alapon dőlnek el most a dolgok Szombathelyen. Tehát semmi ördöngösség nem történik, semmi politikai plusz felhangja ennek a dolognak nincsen, egész egyszerűen a város működő képességének fenntartása és a lehető legjobb tudásunk szerinti működés kialakítása és az ehhez tartozó költségvetés megszavazása. Erről szólt egyébként a legutóbbi közgyűlés, úgyhogy nem kell ennek én szerintem egy túl nagy feneket keríteni, hanem azt kell nézni, hogy mi az, ami történik, és ami történik, az szerintem a város érdekét szolgálja. Ha ez nem tetszik a fideszes volt többségnek, most már kisebbségnek, akkor is így van.
Hadd vegyem vissza a szót, mert azért ebben van egy jó adag csúsztatás, bár sokszor elmondják, tehát egy idő után mindig olyan hihetőnek hangzik, de a legnagyobb frakció továbbra is a Fidesz-KDNP alakította meg a közgyűlésbe. A közgyűlésben mi vagyunk többségben, csak azzal a többséggel nem rendelkezünk, hogy a legfontosabb döntéseket mi magunk meg tudjuk hozni. Egyetértek, valóban beszélni kell másokkal, beszélni kell egymással, de úgy tűnik, hogy a velünk szemben álló összes többi erő, beleértve a Jobbikot, az MSZP-t, a DK-t, a Proszaváriát, és közgyűlésen kívül kis erősítése az LMP-t és a Momentumot, most hirtelen egymásra talált, ugye ez az a bizonyos szivárvány koalíció, azért ezt mondjuk, mert mégiscsak rövidebb, mint azt mondanánk, hogy egy szedett-vedett társaság. Tehát én azt gondolom, hogy ez a többség és az, hogy a polgármester, tehát a város első számú vezetője a Fidesz-KDNP, továbbra is minket olyan felelősséggel ruház fel, ami azt gondolom, hogy nem egy ellenzéki pozíció most sem. Abba változás van, hogy a velünk szemben álló összes többi erő sem lehet most már ellenzékben, nem beszélhet levegőben, most már nekik is dolgozniuk kell, hogy ez mikor történik a város érdekében, és mikor nem, arról lehet vitatkozni, mert én szerintem nehezen szolgálja a város érdekét, hogyha az orvosi ügyelettől megvonunk 30 millió forintot, a kórház támogatás 150 millióját lehúzzuk, hogyha az oktatási szociális tartalékot felére csökkentjük, ha a fiataloknak nem adunk pénzt, összesen 1 millió forintot, úgyhogy ebből a nézőpontból valóban másképp látszik a történet. Alpolgármester úr. Hú, egy műsor kevés lenne ahhoz, hogy az ember érdemben reagáljon, de ezért csak tényleg nagyon röviden. Tehát az a kifejezés, hogy Molnár Miklós akaratából létrejött valamilyen másik többség. Ez ugye elég viccesen hangzik, mert nem Molnár Miklós akaratából jött létre, hanem Hende Csaba akaratából jött létre ez a történet. Hiszen január 8-án Puskás Tivadar azon az ominózus közgyűlésen, ezt mindig érdemes elmondani mostantól kezdve, mert erről nem esett eddig szó, a jelenlétével biztosította annak a lehetőségét, hogy elfogadják a túlmunkaszabályozással kapcsolatos határozati javaslatot. Én nem voltam a teremben, nem tudtam biztosítani jelenlétemmel a szavazást ahhoz, hogy a határozat el legyen fogadva. Na most erre este vagy másnap reggel rájöttek, hogy óriási hibát követtek el, és kellett egy felelőst keresni, akire rá lehet tolni ezt a problémát, és gyorsan kitalálták, hogy ez a felelős egyébként ugyanúgy, mintha valamit nem sikerült elintézni az elmúlt 8 évben, akkor mindig én voltam a felelős. Ez nem a nyilvános kommunikációban volt ez a háttérben, tehát volt általában mindig egy felelős, és akkor most ezt a nyilvánosság előtt is próbálták elintézni. Az közben rohadtul nem érdekelte őket, hogy egyébként erre rámegy a város. És elindul egy olyan folyamat, ami abból adódott, hogy onnantól kezdve ugye velem nem akartak kommunikálni. Az ellenzék, a korábbi ellenzék meg nyilván abban a szerencsés helyzetbe került, hogy elkezdett kommunikálni, és ugyanolyan kommunikáció, ugyanolyan egyeztetések zajlanak, mint ami zajlott annak idején a Fidesz-szel, és amiben közös álláspontra tudunk jutni, azokat a kérdéseket közösen tudjuk képviselni a közgyűlésben. Ez az eszmefuttatás, ez a ki vezeti a várost, meg ki nem vezeti a várost, meg többség, kisebbség, szerintem egy a lényeg, a döntéseket úgy lehet meghozni a közgyűlésben, hogyha van hozzá 11 szavazat. És ahhoz meg egyeztetések szükségesek, az látható, hogy a Fidesz senkivel semmit nem kíván egyeztetni, a polgármester úgy viselkedik, mint egy sértett óvodás, akinek elvették a játékot, és akkor fut árulkodni az óvónénihez, hogy óvónéni, elvették a játékomat, tessék visszaadni. Ez nem úgy működik. Ráadásul miközben a múlt közgyűlésen elmondja, hogy mekkora bajok vannak, és milyen egy olyan költségvetést csináltunk, ami után az egész város csődbe fog menni, meg itt minden összeomlik, ahhoz képest akkora a baj, hogy fogta magát, aztán pénteken elment egy hét szabadságra. Tehát pénteken se dolgozott, ezen a héten se dolgozott, miközben már halált vizionált az orvosi ügyelet ellátással. Semmi más nem fog történni, mint az, amit már régóta akarok, és nagyon nehezen lehetett elérni, és ebbe szerintem
köszönöm, hogy partnerek egyébként az ellenzéki frakciók, hogy egy csomó támogatást helyezünk teljesítmény alapúvá. Tehát ez nem fordulhat elő, hogy valaki egyébként kap mondjuk 100 millió forintot, és nem hajlandó még arra se, hogy elmondja és beszámoljon a közgyűlésnek arról, hogy ezt a 100 millió forintot miként költi el, hogyan költi el, lehetne hatékonyabban elkölteni, a 100 millióért lehetne jobban működtetni egy ellátórendszert, vagy nem. És egyébként semmi másról nem szól a mostani történet sem. A házi orvosi ügyeletnél senki nem vont el semmit. Április végén jön egy összehasonlító elemzés abban a vonatkozásban, hogy az OMSZ által ellátott orvosi ügyelethez képest, ha a város saját maga csinálná, ezt tudjuk-e jobban csinálni, vagy nem tudjuk jobban csinálni, tudjuk-e kevesebb pénzből hatékonyabban csinálni, akár úgy, hogy az orvosoknak többet fizetünk az orvosi ügyeletért, avagy nem. A kórház 150 millió, hát ezt meg végképp nem értem, mert a kórház 150 millió az olyan nem létező történet, hogy maga a polgármester úr az általában nyújtott költségvetésben 50 milliót terjesztett be, és mi is 50 milliót hagytunk jóvá abban a költségvetésben, amit elfogadtunk. Ebben semmilyen változás nincs. Egy tételben van jelentős változás. Az elfogadott költségvetésben 500 millió forinttal több szerepel utakra és járdákra, meg egy szociális, tehát például ha a krízis alap az nem szociális terület, akkor nem tudom, akkor baj van a fogalmakkal, mert összességében a szociális területen több pénzt költünk el, mint eddig. Oktatási terület meg még volt egy ilyen érdekes eszmefuttatás az egyetem kapcsán, hogy az egyetemet is belökjük a gödörbe. Csak kérdezni szeretném, hogy 2018-ban 170 milliós támogatást kapott az egyetem, 2019-ben az elfogadott költségvetésben van 200 millió forint támogatás, ez 36 több, mint a tavalyi, és van egy 60 milliós tétel, amelyre meg szeretnénk egyeztetéseket folytatni az egyetemmel, hogy kössünk egy középtávú megállapodást a támogatás fejében, tehát ha 90 millióval többet adunk, akkor a mögött legyen már egy középtávú megállapodás, és tudjuk, hogy miért adjuk azt a 90 millióval többet, tehát itt is teljesítmény alapúvá akarjuk tenni a megállapodást. Ez javasoltam is egy tárgyaló delegáció felállítását, pártok feletti tárgyaló delegációt, Kocka Tibor, Balassa Péter, Nemény András és jó magam részvételével, és azt gondolom, hogy a következő közgyűlés meg fogja választani ezt a tárgyaló delegációt, és meg fogunk állapodni az egyetemmel a középtávú együttműködés, amit polgármester úr az elmúlt évben elmulasztott. Észrevétlenül sodródtunk költségvetési vizekre, de az első kérdés még ából lesz a képviselő úrnak. Szerintem egy dolgot előre azért tisztázzunk, hogy január 8 előtt nem voltam bevándorláspárti, nem voltam szivárvány koalíció tagja. Ugyanaz az ellenzéki képviselő voltam január 8 előtt, és az új többség, ahogy műsorvezető úr elmondta, dolgozik. Ami nekem borzalmas és unalmas már, hogy mind az újságban, médiában, mint egy közgyűlésen azt kell hallgatni, hogy milyen minősítésekkel jeleznek emberek irányába és frakciók irányába, vagy éppenséggel bármelyik képviselőnek a személyt illetően. Engem, megmondom őszintén, nagyon bánt, és nem tudom hova tenni ezt a kommunikációt, mert nem jó úgy ébredni, hogy különböző újságokban olyan minősíthetetlen cikkek jelennek meg az emberről, ami azt gondolom, hogy azokat jellemzi és azokat minősíti, akik ilyeneket kiadnak. Tehát ezeket a dolgokat azért rögzítsük. És nagyon-nagyon nagy baj, hogy ilyenek Szombathelyen 2019-ben megjelenhetnek. Ezt a tény mindenképpen akartam mondani. Mi a költségvetést illeti, vártam, hogy a alpolgármester Illés úr esetleg itt lesz ezen a vitán, de Attilától is elfogadom ezeket a kritikákat, de nem tudok egyet érteni. Én pénteken, amikor felkeltem, ugyanúgy folyt a csapból a víz, ugyanúgy csiripeltek a madarak, sütött a nap, az azt jelenti, hogy van élet a Fidesz után is. Tehát amit előre itt beharangoztak, hogy világvége lesz, meg micsoda veszélyek lesznek a költségvetéssel kapcsolatosan, abban egyet tudok érteni, hogy semmi extrát nem csináltunk. Nálunk mások a prioritások, mi más területekre akartunk több pénzt adni, az utakra, a közlekedésre, a szociális területre, és voltak olyan tételsorok, amiben mi változtatásokat eszközöltünk. De hogy a másik irányba ezt úgy kommunikálják, hogy mi felelőtlen gazdálkodásra vagy bármiféle problémát akarunk okozni a városnak, ezt én személy szerint visszautasítom, mert ez nem igaz. Ha ilyen lesz, vagy esetleg majd április-májusban ilyet észlelünk, akkor oda lehet jönni, és azt lehet mondani, hogy hát urak, ez a helyzet. De ilyen nincs. Ilyen nincs, ezt mindenki elmondta a közülés utáni frakciótájékoztatón, hogy ki hogyan látja a költségvetést. Ami számomra egy kicsit furcsa, Rettegi képviselő úr szájából, hogy ők még a költségvetés napirendjét sem fogadták, ugyanis tartózkodtak. Tehát ezzel elárulták azt, hogy ők nem is akartak költségvetést. Akkor most ki itt a felelős? Hát visszadobhatnám ezt a labdát, és erről mi is tárgyalhatnánk, akár több órát is itt a tévé
közönség előtt, de én úgy érzem, hogy a költségvetéssel kapcsolatosan, és a múltkori vitán is elmondtuk, hogy akár legyen egy több órás vita, vagy hívjuk be a lakosokat, és mondják el ők is a véleményüket, hogy ők mire szeretnének több pénzt. Mi erre gondoltunk, ezt a költségvetést a módosítókkal együtt elfogadtuk, és én korábban úgy nyilatkoztam, hogy a pudin próbálja az evés. Meglátjuk, hogy ez a költségvetés ez mire lesz jó, ez végre kell hajtani, és azokon a területeken, amiken mi változtatást eszközöltünk, azok működni fognak, és ez jó lesz. Köszönöm. Rettegi Attilának mondanám először is, hogy ez a, hogy fogalmazott, szedett, vedett társaságnak egy része volt. Hogy, az, hogy aki... nem azt mondjuk. Tehát, ebbe benne volt az ő gondolat. Tehát ez a szedett, vedett társaságnak egy része volt, aki jól megverte az időközi választáson a Fidesz. Tehát, hogyha így gondol ránk, akkor nem tudom, hogy gondol saját magukra, de most nem is erről akarok beszélni, mert egyébként az a stílus, és azt én is elmondom, amit megütöttek akár a közgyűlésen, de utána a rendkívül méltatlan módon abban a labba, amit ugye a polgármester úr engedélyezett a Szombathely nevet, az minden szint alatt van. Én azt látom, hogy önök csak hisztiznek, és nem fogadják el, hogy a másik oldalon pedig dolgozunk, és a munkának pedig van eredménye. És azt el is tudom mondani egyébként, hogy mi az eredménye. Tehát, ha csak a költségvetést nézzük, önök 500 millió forintot, 520 millió forintot, hogy pontos legyek, tettek be útfelújításra, út és járda felújításra. Ezt megdupláztuk majdnem, mert 1 milliárd 20 forint, 20 millió forint az, ami most beszerepel a költségvetésbe. És föl is soroltunk rengeteg utat, ahol nagyon komoly elmaradás van. Tudja, hogy a szombathelyiek utakat és járdákat szeretnének? Mert mi egyrészt megkutattuk, és nyilván ebből is tudjuk, másrészt nem kell nagyon kutatni, ki kell menni és beszélgetni kell velük, és ez fogja tapasztalni. És ezért volt fontos a bérlakásprogram bővítés, ezért fontos új játszóterek, ezért fontos, hogy legyenek buszmegállók, és rengeteg olyan intézkedés, ami régi elmaradás, és amire mi találtunk forrást a költségvetésbe. És az sem igaz, amit mondott, és általában, amit mondanak a költségvetés elfogadása után, hogy itt vesztesei vannak ennek a rendszernek. A polgármester úr 14 észrevételt tett. Valamennyit megválaszoltuk. A többségét megváltoztattuk már egyébként azon a közgyűlésen, amit pedig nem, azt visszahozunk a későbbi közgyűlésre. Hazugság azt mondani, hogy a sürgősségi ügyelettől elvontunk 32 millió forintot. Azért, mert az előző évi költségvetésben pont ugyanannyit adtak 34-et, mint amit mi most adunk, adtunk ezen a közgyűlésen, de az Egészségügyi Bizottság a Kecskés professzor vezetésével, tehát a fideszes képviselő vezetésével fogadta el azt a döntést, amit mi is jónak láttuk, hogy kerüljön vissza a következő közgyűlésre egy pontos elszámolás, ahogyan a polgármester is mondta, mennyibe kerül ez a szolgáltatás, ha az OMSZ csinálja, mire akarják költeni ezt a plusz pénzt, amit kértek, mert egyáltalán nem mindegy, hogy mondjuk az orvosok bérét akarják emelni belőle, de mi is azt gondoljuk, hogy ez egy fontos és jó dolog, hogy legyenek orvosok, különösen a gyerekorvosoknál tudom, hogy van komoly hiány, és lehet, hogy ez bérkérdés, vagy pedig valami egészen más, az állami intézményrendszernek a süllyesztőjébe tüntetik el ezt a pénzt, és bármennyire be is kerül a szolgáltatás valós alapon, ki fogjuk fizetni. Hazugság az, hogy nem így teszünk. És az is hazugság, hogy önök nem ezt mondták, hiszen az Egészségügyi Bizottság fideszes többséggel ugyanígy döntött. Ezen kívül visszaadtuk a kamerarendszernek a 10 millió forintot, amit kért a polgármester, hogy megnéztük, hogy áll, milyen a közbeszerzés, milyen a helyzet, megkapta ezt a pénzt. Ugyanúgy a Szent Márton kártya, de egyébként még a saját kabinetjét is visszakapta a polgármester úr, amire azt gondoljuk, hogy nem végzik jól a munkájukat, de arra ne hivatkozzon nekünk a polgármester, hogy azért nem fogja a jövőben végezni a munkáját, mert nincsen körülötte egy-két ember, aki előkészíti neki az iratokat. Úgyhogy nem tud olyat mondani egyébként, amit észrevételek között mondott a polgármester, és nem foglalkoztunk fel, és nem adtunk volna legalább valami jövőképet, ahogy az Aréna Óvoda is visszakapta a 45 millió forintot, mert tudtuk, hogy most mégis szükség lesz rá ebben a helyzetben. A legtöbb esetben viszont pontosan tudjuk, hogy még az idén egyáltalán nem kerül elköltésre, mondjuk az egészségügyi központnak a 150 millió forintja. Ha elköltésre kerülne, azonnal megadnánk. És amit önök utána a polgármesteri észrevételeken túl tettek útfelújítási javaslatokat, arra is azt mondtuk, hogy az a forrás, amit megneveztek, azaz a beérkezési vagyongazdálkodási bevétel többlete, ahogy beérkezik, egyből fogunk azzal is foglalkozni, és konkrét dolgokról beszélünk, nem általánosságban, nem arra, hogy majd akkor habokra mi lesz, vagy mi nem, hanem hogy ha beérkezett a forrás, akkor ott utána az önök körzeteibe is, pontosan ugyanúgy, mint egyébként az eddigi kéréseik alapján meg fogjuk adni a forrást. Nem véletlenül került be mondjuk a szalézi lépcsőnek a 35 millió is, mert egy elrontott projekt után kénytelen a város a zsebébe nyúlni azért, hogy legyen ott lépcsője egyébként a híveknek, nem a mi választókörzetünkben van. Mégis azonnal engedményt tettünk, amikor erről volt szó.
vagy mondjuk az egyházmegyék Caritas plusz 9 millió forintja, gondolom én, hogy önöknek is fontos lehetett volna, de nem szerepelt az eredeti költségvetésbe. Mi tettük be? És mégse szavazták meg, és igaza van Balassa Péternek is abba, hogy nem szavazták meg a napirendet, azaz nem akartak költségvetést elfogadni. Én meg azt kérem, ha már nem fogadták el a költségvetést, attól függetlenül ezeket a jó célokat, amik fontosak, és a város szempontjából a következő 6 hónapban meg kell, hogy történjenek, azt támogassák, és higgyék el, nem lesz semmi probléma, dolgozni kell, nem hisztizni mindenféle szennylapokban, mert a választók nem szeretik ezt, nem akarnak gyűlölködő városban élni. Hát muszáj reagálnom, valószínű, hogy a műsoridő kevés is, hogy tételesen mindent meg lehessen cáfolni. Nemény András többször használt azt, hogy nem kell hazudni, meg valamilyen szavakat. Mondhatnám ugyan ezt én is. Legfeljebb én maradok inkább a csúsztatásnál, mert valami hasonlóság volt a történésekhez. Kétségtelenül ilyen témákról esett szó. De visszafelé haladva, ami a költségvetést illeti, például Kecskés László és Puskás Tivadar, két egészségügyben tapasztalt, elismert köztiszteletben álló képviselőtársunk, illetve polgármesterünk, mind a ketten ezt a bizonyos elvont 30 milliót igenis hiányolják az ügyeletből, még akkor is, hogyha nem tudom, milyen bizottsági vita hangzott el, vagy a vita milyen módon szavazott végül is másképp esetleg az egészségügyi bizottság. És sorolhatnánk ezeket a tételeket. Hozzáteszem, azzal nincs bajunk, nekünk nem kell ahhoz közvélemény kutatást végezni, hogy tudjuk, hogy az utak a legfontosabbak. Mi is valóban 500 millió forintot tettünk be. 500 millió forintot látunk arra reálisnak, hogy ebben az évben el lehet költeni, azt meg lehet valósítani. Az a fájdalmunk, hogy ez az 500, amit Nemény András mond, hogy több, hogy plusz 500 milliót fordítanak utakra, ez igaz. Ezt a részét mi is támogatjuk, mi is szeretnénk, ha ezek az utcák elkészülnek és felújításra kerülnek év végéig, majd kíváncsiak, majd össze fogjuk számolni, hogy vajon ezekből mennyi készült. Elmondom, én fogok örülni a legjobban, hogyha ezek megvalósulnak. De ez az 500 millió forint, ez nem a Holtból érkezett ide, ezt más sorokról vitte át, csoportosította át a többség. Egyébként, ami azt illeti, azt is cáfolnom kell, hogy nem akartunk a költségvetésről tárgyalni. A meghívót a polgármester küldi ki, a polgármester úr javaslatot tesz a napirendekre, a napirendek között első helyen szerepelt a költségvetés. Amikor mi tartózkodtunk a napirend elfogadásra, nem arról van szó, hogy mi a költségvetésre nem akarunk tárgyalni, hanem nyilván olyan módosító javaslatok, ugye nem tudják megtagadni, régi önmagukat érkeznek, ami miután maga az a napi rendi sor már nem tetszik nekünk. Aztán itt többféle ilyen személyeket érintő kijelentés elhangzott, nem tartom elegánsnak, hogy a távol lévő képviselőket, közéleti személyeket emlegetni. Én csak figyelmeztetnék arra, Hende Csaba nem tagja a közgyűlésnek, tehát hogy ő rendezte volna át a közgyűlési erőviszonyokat, hát ez olyan furcsán hangzik. Ami meg a polgármester urat ért vádat illeti, mikor kellene neki szabadságra menni, hanem akkor, amikor nagy nehézségek árán a város elfogadta a költségvetését, és egy fontos szakasz lezárult. Hogyha ezelőtt 2 héttel ment volna el, akkor meg az a vád érte volna, hogy még nincs is a városnak költségvetése, már is szabadságra megy polgármester úrnak, ugyanúgy jár a szabadság, mint minden munkavállalónak Magyarországon és Európában. Ami a stílust, a lapot illeti, sejtem melyik lapra gondolnak, én nem vagyok szerkesztője, sőt egyikünk se ennek a lapnak, ezért tényleg én semmiféle felelősséget vállalni nem tudok, azért tudnánk mi példát mondani az elmúlt évtizedekből, hogy a baloldali vagy a baloldalhoz közel álló médiatermékek adott esetben Hende Csabáról, Sági Józsefről, másokról hosszan, kampányszerűen milyen hadjáratot folytattak.
Ami pedig ugye a sokszor emlegetett bevándorláspárt, ugye Balassa Péter képviselőtársam vetette föl most ezt a témát, hát ugyanúgy, ahogy a homéroszi eposzokban ugye az állandó jelző az a szereplő leglényegesebb és megkülönböztető tulajdonságára mutat rá. Mi úgy érezzük, hogy abban különbözünk, hogy mi korábban sem pártoltuk az illegális bevándorlást, még elismerem, nem Balassa Péter, hanem az Éljen Szombathely, mert ugye mindig valami áruhába bújnak. Tehát nem MSZP van, nem DK van, hanem van Éljen Szombathely Egyesület. Ugye annak idején a szöges drótot osztogatták, hogy tiltakozzanak a kerítés építés ellen, és hallottunk értékes, vagy kevésbé értékes hozzászólásokat arról, hogy a bevándorlókat be kell fogadni, és helytelen az, amit a kormányzat csinál, és a közgyűlés foglaljon állást. Ugye az a kellemetlen helyzet állt elő, hogy most ennek az összeállásnak, ennek a társaságnak, hogy így mondom, nem szedett-vedett társaság, de egy nagyon enyhén szólva nagyon sokszínű, nem egy irányba húzó, nem egységes elveken álló társaság tagjává vált, akár akarta, akár nem, de valószínűleg akarta Balassa Péter és Molnár Miklós is, tehát óvatatlanul így kerül képbe ez a dolog, de én nem hiszem, hogy valamikor is, akár én, akár képviselőtársaim, mondjuk Balassa Péternek vagy Molnár Miklósnak a bevándorláspárti jelzőt oda vigyeztettük volna a neve elé. Ezzel a részével én nem kívánok foglalkozni, ez egy szintiszta olyan politikai kommunikációs kérdés, ami azt gondolom, hogy annak a felelőssége, aki ezt kitalálja, és a következményeit is annak kell elviselnie, aki ezt kitalálta, ugyanis szent meggyőződésem, hogy ez a politikai kommunikáció, amit valaki kitalált és folytatna gőzerővel, ez Szombathelyen totál ellentétes hatást ér el. És hogyha így folytatják, az sok sikert kívánok neki, kérem is, hogy folytassák, mert ez még további károkat fog okozni nekik és azoknak, akik ezt kitalálják. A másik része a dolognak ugye költségvetés. Én azt gondolom, amikor egy nehéz helyzet van bármilyen tevékenységben, bármilyen cégnél, akkor az első számú vezető az soha nem azt keresi, hogy mikor mehetek szabadságra, hanem addig, amíg az összes probléma nincs megoldva, addig ott kell maradni a gáton. Tehát egy árvíznél is, amíg az árvíz nem fejeződött be, addig nem megyek el szabadságra. A költségvetés az egy nagyon fontos elem volt, de a költségvetés tette lehető, hogy folytassuk a munkát. Április végén közgyűlést kell tartani. Ebben a városban a cégeinknek az üzleti terveit még nem fogadtuk el. Április végén fogjuk elfogadni, nagyon meg vagyunk késve. A vagyonkoncepciót nem fogadtuk el, nem, összes rendeletünket szinte újra kell írni. SMS, lakásrendelet, vagyonrendelet, a szociális rendeleteinket újra kell fogalmazni és írni. Ebben nem fér bele, hogy valaki egy hétig szabadságon, majd visszajövök, és egy hét múlva ki kell küldeni a közgyűlési előterjesztéseket. Mi egyébként elkezdtünk ma ezen dolgozni. Városvezetés részéről senki nem vett egyébként részt ebben, Kocka Tibor alpolgármesteren kívül. Elkezdtünk ezen dolgozni, és összeraktuk a következő közgyűlésnek a napi rendjeit a hivatallal együtt, ugyanis a hivatalnak nyilván holnap osztályvezető értekezetet kell tartani, ki kell adni a feladatokat az egyes osztályoknak. A polgármester úgy távozott a közgyűlést követően szabadságra, hogy azt a tájékoztatást adta a hivatalnak, hogy nincs semmi különösebb munka, a folyóügyekkel kell foglalkozni. Én azt gondolom, hogy legalább 30-40 olyan napirendünk van, lehet, hogy nem önálló napirendként, de egy napirenden belül mondjuk 11 néhány cég, és ne felejtsük el, közgyűlési hatáskörbe raktunk egy csomó olyan döntést, ami korábban bizottsági volt, tehát el kell fogadni a civil alapnak a felosztását, el kell fogadni a sportalapnak a felosztását, el kell fogadni a városfejlesztési alappal kapcsolatos dolgokat. Nem tudnak dolgozni költségvetési támogatások nélkül egy csomó szervezet. Az összes 10 millió fölötti támogatást kapott szervezetnek be kell hozni a beszámolóját a közgyűlés elé. Meg kell tárgyalnunk többek között a egészségügyi alapellátással kapcsolatos történeteket. Én hiszek abban, hogy a város ezt egyedül jobban tudja csinálni, és még csak egy mondat, az OMSZ az országban lényegében egyedül Szombathelyen csinálja az egészségügyi alapellátást. Hogyha ez annyira példaértékű, akkor miért nem az egész országban az OMSZ csinálja. Nyilván ez majd ki fog derülni reményeim szerint április végén. Én azt gondolom, hogy egy ilyen helyzetben felelős vezető nem teheti meg, hogy elmegy
egy hét szabadságra, úgy, hogy egyébként érdemi feladatot a szabadság előtt nem oszt ki a hivatalnak. Meglepett Rettegi Attila képviselőtársam, lebuktatta saját magát és a Fidesz frakciót, és önök voltak, akik két évvel ezelőtt bejelentették, hogy 500 millió, 1 milliárd és 1,5 milliárd forint fog az utakra menni. Most pedig azt mondta, hogy 500 millió forintot tartottak reálisnak. Ebben az évben. Akkor valaki nem mond igazat. Tehát önök két évvel ezelőtt bejelentették, 500 millió, 1 milliárd, 1,5 milliárd forint lesz az utakra. Nagyon fontosnak tartom, és ami az óriási, nem is nézetkülönbség, hanem világlátásunk Szombathellyel kapcsolatosan, hogy ilyenkor buknak le, és ilyenkor derülnek ki itt a dolgok, és ilyenkor lehet egy élő vitában elmondani ezeket a dolgokat, amit esetleg Szombathely lakossága nem lát, vagy nem tud. De hogy mennyire fontos ez, akár a közlekedés, akár az utak állapota, szerintem nincs az a képviselő, aki akár a lakossági fogadórán, vagy bárhol a városban, amikor találkozik emberekkel és beszélget, akkor szerintem első három témában mindig az utak és a közlekedés van napirenden. Hát ebben szerintem óriási felelőssége van, és volt a polgármester úrnak és a városvezetésnek, és nehogy már ez a mi hibánk legyen, hogy dupla annyi pénzt akarunk rá fordítani, és egy önálló közlekedési osztályt akarunk a hivatalon belül létrehozni. De egy kicsit visszaugorjak a költségvetés, és én is arról szeretnék beszélni, mert úgy gondolom, hogy ez a téma, amit Attila elmondott azzal kapcsolatosan, saját maguknak van felelőssége, hogy hogyan akarnak majd kommunikálni családos emberekről, meg különböző bizottsági delegátokról, hogy miért nem foglalkoztak a hivatali dolgozóknak a béremelésével, hogy miért nem foglalkoztak azzal, hogy a lakásfelújításoknál még több pénzt tudjunk fordítani, vagy miért nem foglalkoztak azzal, hogy az átmeneti segélyt azt a duplájára emeljük, vagy miért nem foglalkoztak azzal, hogy a bérleti díjének a támogatását megemeljük, vagy mondjuk miért nem foglalkoztak azzal, hogy a kafetéria juttatással kapcsolatosan minél több embernek, dolgozónak tudjunk juttatásokat adni. Szerintem erről kell beszélni, erről kell vitázni, és nem olyan méltatlan dolgokról, ami szerintem nem is idevaló, és nem arról kell tárgyalni, hogy esetlegesen hogyan kommunikálnak frakciókkal vagy személyekkel kapcsolatosan. Én továbbra is vallom, és továbbra is azt gondolom, semmilyen extrát nem csináltunk. Annyi történt, hogy 11 ember a költségvetés prioritását máshogy gondolta, és majd az életbe fogja bizonyítani, hogy jó döntés volt, mert azoknak a rászorulóknak, azoknak az embereknek és Szombathelynek és Szombathely lakosságnak az az érdeke, hogy ebben a városban lehessen közlekedni, jobb utak legyenek, biztonságosabbak legyenek, és minden egyes képviselőnek ez a dolga. Ami nekem a szívfájdalmam, én elmondtam a legelső vitánál, amikor polgármester urnál is voltunk, személyesen is egyen annak örülnék, hogy 21 szavazattal elfogadott költségvetése lenne a városnak, mert mindenkinek az az érdeke, hogy ebben a városban lehessen közlekedni, élni lehessen, szociális támogatásokat minél többet lehessen adni, és nekem megmondom őszintén, a legnagyobb fájdalmam az, hogy nem akarták valami oknál fogva megszavazni a fideszes képviselőurak, ugyanis én egy ilyen féltékenységet, politikai féltékenységet éreztem ebben az egészben, hogy egész jó javaslatokkal jöttek, csak hát nem a mi ötletünk volt, én ezt látom ebben. Ugye a dolog onnan indult, hogy a polgármester letított a hivatalt, hogy a képviselők egyeztethessenek akár költségvetési ügyben is. Tehát hivatal nélkül elkészíteni egy költségvetési módosító tervezetet az eleve nem egy kis dolog. Mi erre vállalkoztuk és meg tudtuk csinálni. Utána azt mondta a polgármester, hogy nem lehet beépíteni ezt két hét alatt. Kiderült, hogy simán be lehet építeni egyébként. Ebben már a hivatal is részt vett, és ebből egy egységes, jó költségvetés lett, amit egyébként tényleg nyugodtan megszavazhatott volna a Fidesz frakció is, mert mondom, még az észrevételekre is választ adtuk. Utána további észrevételek lettek a közgyűlésen, de egy kicsit azért önellentmondás, hogy a polgármester eredetileg benyújtott költségvetéséhez képest még mennyi mindent mondtak, ami nem jutott eszükbe előtte, amikor akár egy frakciülésen, akár a polgármesterre egyeztethettek volna. De mindegy, lépjünk tovább. Azt gondolom, hogy ami most fontos a jövőre nézve, felejtsük el ezeket az előtörténeteket, én hajlandó vagyok elfelejteni azt, hogy a polgármester nem engedte, hogy egyeztessünk a hivatallal. Most az a dolgunk, hogy megvalósítsuk ezt a költségvetést és a következő feladatokat. Amit a polgármester úr mondott, igen, a következő lépés a cégeknek az üzleti tervei. De ugyanígy fontosak a civilek, akiknek a pályázatai kiírásra kell, hogy kerüljenek. Fontos a vagyonkoncepció, és fontos minden olyan dolog, ami alátámasztja a költségvetést. Fontos, hogy milyen napi rendi pontokat hozunk be. Én azt gondolom, föl kéne ébredni már ebből a tetszhalott állapotból, amibe kerültek. Én tudom, hogy egy kicsit ez olyan folyamat, mint amikor valaki megtudja, hogy súlyos betegséget kap, és akkor először tagadás fázisában van, aztán utána a düh, aztán végül eljut az elfogadásig. Én azt szeretném, hogy eljutnánk odáig, hogy látnák, hogy az a város érdeke, hogy leüljünk egymással, közösen hozzunk napi rendi pontokat, és akkor ne csináljunk politikai vitát értelmetlenül a közgyűlésen, azt majd a választási kampány utolsó hónapjában tegyük meg, hanem hogy azt a munkát, amit el kell végezni
végezzük el, ha kell együtt. Mi partnerek leszünk, mi be fogunk menni, akár kihívni a polgármester, alpolgármester, ott leszek, az egész frakciót fogom képviselni, és nyilván így lesz ezzel a Jobbik is, és így van ezzel alpolgármester úr is, mert hogy semmi más nincsen a mi szemünk előtt, mint hogy a városnak a következő 6 hónapban nem csak, hogy működnie kell, hanem nagyon jól kell működnie, és amit mi megszavaztunk, azt végig fogjuk hajtani a hivatalon. Nem lesz olyan, hogy ők azt mondják, hogy már pedig nem, hiszen akkor az őket minősíti. Úgyhogy arra számíthatnak, hogy gyakran leszünk ott a Városházán, minden osztályba bemegyünk, és önökhöz is be fogunk menni, és a város vezetéshez is be fogunk menni, és ki fogjuk hajtani azt, ami a város érdeke. Muszáj reagálnom, örömmel hallom, hiszen márciusig a polgármester úr egyeztetésre hívta önöket, többnyire nem mentek el, de mi meg ezt a részét felejtjük el. Egyébként a költségvetésnél tartózkodtunk, azért nem nemet nyomtunk, mert mi is úgy érezzük, hogy a vita nem volt hiába való. Az az első tervezet, az a 130 módosító indítvány, amivel önök a polgármester úr által beterjesztett költségvetést először szétbombázták, az valóban egy katasztrófa helyzetet vetített volna a város elé. Ezt valóban sikerült a legutóbbi közgyűlésen egy sok tekintetben középre húzni. Emlékezzünk rá, hát, amire önök büszkék, hogy a polgármesteri kabinet nem szűnt meg. Hát normális városban nem szüntetik meg, hanem végzik a dolgukat. De azért kellett, hogy tartózkodjunk, mert számtalan olyan kérdést, közben ilyen néhány milliós tételek, amit máig nem értek, hogy miért kell az ifjúságtól sajnálni, miért kell, ugye az hangzott el, hogy menjenek polgármester úrhoz, tehát fiatalok jelenleg Szombathelyen polgármester úrra számíthatnak, senki másra. Tehát azért itt még maradtak bőven elvaratlan szálak az ahhoz, hogy mi ehhez a nevünket tudjuk adni. Ugyanakkor a közgyűlés utáni sajtótájékoztatón én magam mondtam el, hogy mi is tisztában vagyunk a magunk felelősségével, mi is abba vagyunk érdekeltek, hogy Szombathely fellődjön, hogy Szombathelynek jót tegyünk, ami ebbe a költségvetésbe érték, beleértve az önök által javasolt utcák felújítását is. Annak megvalósításán dolgozni fogunk. A város vezetése, az országos kapcsolatrendszer továbbra is a város érdekében működni kívánja, tehát amiről ön beszél, ő nyitott ajtókat talál erre a dologra, hogy Szombathely nyerjen azon, hogy most már nem csak mi dolgozunk, önök is dolgoznak, és közös felelősségünk van abba a tekintetben, hogy ebben az évben a város ne járja rosszul. Egy mondat csak az egyeztetések kapcsán, tehát én végig azt az álláspontot képviselem, hogy minden érdemi egyeztetésre nagyon szívesen elmegyek. De azért, hogy 2 kávé mellett egymást nézegessük 10 vagy 15 percig, mert semmilyen szakmai előkészítése nem volt annak a megbeszélésnek, ahol a polgármester úr hívott, annak az ég egy világon semmi értelme. Tehát amikor le voltunk tiltva a hivatal, tehát alpolgármesterként le voltam tiltva a hivatal való egyeztetésről, elvette a fizetésemet, ez engem nem zavar, ettől még ugyanúgy dolgoztam, elvette a titkárnőmet egyébként, ugye ott maradtam egy szál magamban, és egyébként anélkül, hogy megkaptam volna azt a költségvetést, amelyet ő tervezett benyújtani, egyeztetésre hívott. Én nagyon szívesen megyek, de miről beszéljek vele? Azt kértem a válaszlevelemben, amikor írásba hívott, hogy amennyiben feloldja a hivatallal való kommunikációs tilalmat, és egyébként előzetesen megküldi nekem az anyagot, és át tudom nézni, akkor nagyon szívesen megyek akár órákat egyeztetni, akár 0-24-ben meg tudom mutatni a válaszlevelet, amelyet polgármesternek írtam, 0-24-ben, hiszen az elmúlt 8 évben is 0-24-ben rendelkezésre álltam mindig, amikor érdemi egyeztetés volt. De azt, hogy egy egyeztetést kizárólag kommunikációs célra hívjak össze, mint ahogy polgármester úr mindig azt csinált, hogy összehívta, érdemi nem lett volna, és lesajtózta, hogy nem mentek el. Ez a világ legkönnyebb dolga, érdemi munkát nem kívánt végezni az ellenzékkel, kizárólag kommunikációs történet zajlik 3 hónapja polgármester úr részéről. Nyilván majd az elmúlt 8 évről egy memoárban, egy könyvben el fogom mondani, hogy hogy zajlott, ez hogy történt. Szerintem nagyon érdekes olvasmány lesz, és sok-sok apró hálószobatitokról fogja lerántani a leplet, és nagyon sokan meg fognak lepődni. Képviselő.
Egy rövid mondat ezzel kapcsolatosan én is szeretnék elmondani. 2010 óta vagyok városi képviselő, és pont polgármester úrral együtt kezdtük a munkát. Hát érdekes módon, mióta az új helyzet van, előtte soha nem hívott meg költségvetési egyeztetésre, meg tárgyalásra. Tehát nekem a 9 év alatt soha nem sikerült. Most van egy új helyzet, most érdekes lett Balassa Péternek a véleménye, vagy esetleg Molnár Miklósnak is egy ilyen külön egyeztetésre. De hogy visszadobjam a labdát, én minden egyes egyeztetésre, amire meghívott polgármester, ott voltam. Sőt, volt egy, amit én kezdeményeztem, ami szerintem továbbra is tartom Szombathely egyik legnagyobb problémája, a közlekedéssel kapcsolatosan hozzunk létre egy bizottságot, meg hozzunk létre a hivatalban egy önálló szervezeti egységet, arra polgármester nem jött el, vélt valós indokokra hivatkozva. Ebből nekem az jön le, hogy neki ez nem fontos. Tehát nyithatnánk megint egy vitát, de még egyszer mondom, és én is akkor egy ilyen kulisszatitkot elárulok itt a tévénézőknek, hogy addig, amíg Balassa Péter szavazata nem volt érdekes, 9 évig engem senki nem hívott meg, mert senkit nem érdekelt az én véleményem ilyen szinten. Most, hogy van egy új helyzet, milyen érdekes, akkor jöjjön, gyorsan egyeztessünk. Tehát azért ez így eléggé komolytalan. A frakció egy vezetői egyeztetések korábban is voltak, akármilyen meglepődött. Hagyjuk a tévét, ebben nem menjünk bele. Nem voltál ott. Ebben nem menjünk bele. Uraim, én arra kérem önöket, hogy vonjunk párhuzamot vagy különbséget a polgármester úr beterjesztett költségvetése és a most elfogadott költségvetés között. Nagyon röviden, mert most már csak szűkös műsoridő áll a rendelkezésünkre. Tehát abban mik voltak a fő prioritások, és most ez adott esetben, hogyha az ellenzéket nézzük, akkor ez mennyivel jobb, vagy hogyha a Fidesz frakciót nézzük, akkor az miért lett volna jobb? Nagyon rövid válaszokat szeretnék kérni, ki kezdi a sort? Hát lényegében elmondtam, az eredeti költségvetés biztosított volna egy nyugalmat, egy folyamatosságot, egy ágazatot se hozott volna nehéz helyzetben, nem kellene aggódni a most átcsoportosított pénzek miatt. Én azt gondolom azért a most elfogadott költségvetés alapja végül is az, amit polgármester úr vezetésével összeraktunk és összerakott a hivatal közös munkába. Tulajdonképp azt is elmondtam, hogy a sok 130 módosító indítvány káros hatásait valamennyire tudtuk minimalizálni. Nekünk azért nem ez a költségvetés tetszett volna ebbe az évbe a legjobban. Hát az a különbség a kettő között, hogy az egyiket elfogadta a közgyűlés, a másikat meg nem. Ez tehát az egyik az kuka, a másik meg az egy érvényes dolog jelenleg a városban. Én nagyon örülök, hogyha én is amit még tudok mondani, hogy ugyanolyan felelősséggel vállalom ezt a költségvetést, mint az elmúlt 8 évben készített költségvetést, és ugyanolyan végeredménnyel fog zárulni, azaz jó végeredménnyel fog zárulni ez a költségvetés pénzügyi szempontból a város számára, mint az összes többi, és teljesülni fog az a történet, amit annak idején 2010-ben alapelként megfogalmaztam, hogy a város a következő ciklusra hiánymentesen fogja átadni a stafétabotot, ott lett légyen bárki is, aki átveszi a város vezetést. Igen. A legfontosabb az, hogy aggódnia senkinek nem kell. Ez egy nagyon jó költségvetés, ez a Szombathelyiek költségvetése. Azok vannak benne, amit a szombathelyiek szerettek volna látni. Tényleg már sokat szor elmondva, az utak, a járdák, a játszóterek, a buszmegállók, sorolhatnám, csak azok vannak benne többletként. Nemhogy félni kellett ezektől a módosító javaslatoktól, hanem örülni kellett volna egyébként nekik, mindahogy nem is került ki belőle semmi se, amit mi betettünk pluszként a költségvetésbe, és nem is érkezett erre javaslat az önök oldaláról, Rettegi Attilának mondom, semmiféle javaslat, hogy vegyük ki. Úgyhogy ez egy olyan költségvetés, amivel még lesz munka, hiszen most papíron van, de meg is kell, hogy valósuljon, de mi ezt a munkát el fogjuk végezni önökkel együtt, vagy önök helyett is. Balassak. Én továbbra is tartom, hogy minden költségvetés annyit ér, amennyit megvalósítanak belőle. Egy biztos, hogy szociálisan érzékeny lett, és ebben volt a korábbi városvezetésnek hiányossága. Igenis, egy szociálisan érzékeny jó költségvetés fogadtunk el. Ebben biztos vagyok. Legyen ez a végszó. Én nagyon szépen köszönöm képviselő uraknak, hogy befáradtak, megosztották velünk a gondolataikat a közgyűléssel és a 2019 évi költségvetéssel kapcsolatban. További jó munkát kívánok mindjártnak Szombathelyén. Köszönöm. Kedves nézőink, önöknek pedig a figyelmet köszönjük ezúton is munkatársaim nevében. Töltsék kellemesen az est hátra levő részét, viszontlátásra!
Műsorvezetőnket öltöztette a Still Fashion Kft.